Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkők. Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Nagy szeretettel köszöntöm a Formula Podcast hallgatóit legújabb toplistás adásunkban, melyben 10 emlékezetes beugrást fogunk felidézni, természetesen annak kapcsán, hogy a legutóbbi Formula 1-es verseny hétvégén Oliver Berman egészen szenzációs teljesítményt tett le az asztalra, miután Carlos Sainz vakbél műtétje miatt be kellett ülnie a Ferrari-ba. Ugye itt egy felvezető gondolat, még mielőtt belemásznánk a top listába, az az lenne a részemről, hogy itt most Zsinórban három olyan beugrást láthattunk, 2022-23-24-ben Nick DeFries-től, Liam Lawson-tól és Oliver berman amelyek úgy együttesen azt erősítik meg számomra, hogy ezek a teszt és tartalék versenyzők bármennyire a parton vonalon kívül rekedtek, nem csak nagyon tehetséges, de egyúttal nagyon felkészült versenyzők is, hiszen mind Defries, mind Lawson, mind Oliver Berman várakozáson felül teljesített. És mindenek előtt erről szeretném megkérdezni állandó beszélgető partnerem, hű harcos társam és kiváló barátom Mészáros Sándor véleményét. Szia, Sanyi! Szervusz, Gergő, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatóinkat is. Csak is egyetérteni tudok veled abban, hogy jól felkészült gyerekek mutatták be ezeket a beúrásokat, ugyanakkor én nem a figyelmet arra is, hogy Mondjuk én nagyon sok kommentet láttam azzal a kapcsolatban, hogy persze azért szerepeltek olyan jól ezek a srácok a beugrásaik alkalmával, mert hogy ezeket az autókat már hihetetlenül könnyű vezetni. Nos, én ezzel határozottan nem értek egyet, sokkal inkább szerintem itt arról van szó, hogy ezek már tenyésztett srácok, akiket, akiket erre treníroztak, gyakorlatilag nem sokkal a születésük utántól kezdve, hogy, hogy egyszer egy napon, majd nagyon gyors, nagyon szofisztikált Formula 1-es autóval kell száguldozni, és ez is azt mutatja, hogy, hogy jó iskolák vannak, ahol felkészítik ezeket a fiatalokat ezekre a feladatokra a toplista apropóját Oliver Berman szolgáltatta, az ötletet pedig kedves kommentelünk, követünk a Formula Podcast Facebook csoport tagja, Boros Norbert, ő tehát javaslatot, hogy dolgozzuk fel ezt a témát ebben az adásban, és hát erre nem tudtunk nemet mondani, én már csak azért sem, mert egyébként is szeretem a toplistákat is, meg az F1 történetében való búvárlás is kedves a szívemnek. Ez azért van, először is köszönjük Boros Norbertnek a tippen, ez pedig az van, mert van időd erre, hogy búvárkodj le fegy történelmében. Ez túlzás, túlzás, hogy van rá időm, inkább kiszaggatom valahonnan azt máshonnan, ahova jobban kéne. Na, de ez már az én személyes problémám, nem állszunk ebbe bele. Amit, amit itt még fel akartam vetni, az az, hogy olyan beugrásokról fogunk beszélgetni, amelyek teljesítmény alapon emlékezetesek voltak. Nyilván nem minden beugrás ilyen, ö, voltak egészen ö, szerencsétlenül sikerültek is, ezek közül sajnos Luca Badoer kívánkozik az első helyre, aki Felipe Masszát helyettesítette, ö, hát szintén emlékezetes módon, csak ugye nem egy plusz, hanem egy mínusz előjellel. Egy sztorit ide be lehet szúrni, szerencsétlen Kérlek. Badoer. Ugye az egy nagyon emlékezetes beúrás volt. Én azt gondolom, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe került akkor Badoer, hogy neki el kellett vállalnia azt a feladatot, amire hát, s -s -s szerintem élő ember nem látta jönni ezt a lehetőséget, hogy, hogy neki akkor ott be kell ugrania. És tisztán emlékszem rá, hogy szerencsétlen ember, azért ugye ő már nagyon régen benne volt akkor a Forma 1 körforgásban, és a 2009-es belga de nekem az első külföldi versenyem volt. És tisztán emlékszem arra, amikor megérkezett, azt hiszem a pénteki napon, Badoer a pedokba, és szerencsétlen az autóban hagyta a paszt, amivel, amivel ugye be tudsz jönni a digitális pedok kapun, és jelezte, hogy őt várják ám, mert mítingje van bent a Ferrari-nál, és hogy legyenek már olyan kedvesek, ne kelljen már visszamenni az autóhoz, és a, a biztonsági emberek nem hitték el neki, hogy ő, ő valóban form1-es pilóta. Tehát ott vissza kellett szerencsétlennek rongyolni a járműhöz, onnan előszedni a paz és úgy engedték be. Tehát hogy még a amellé a tragédia mellé, ahogyan az neki az a az a beúrás sikerült, mert ugye ez ráégett, akármit csinált a pályafutása során, azért csinált ő nagy dolgokat is, de ez ráégett, és még emellé, hogy ez ráégett, ez nagy valószínűség szerint ez, ez is benne maradt, ez az aprócska kis összenet, ami, ami akkor ott lezajlott, mert a, a, akik akkor meglehetősen sokan voltak, és hát harsány kacaj övezte azt, amikor ez a jeletet lejátszódott. É, igen, és hát tényleg az ő beugrására mindannyian emlékszünk, de hát voltak olyanok is, amelyek jóval kisebb nyomot hagyhattak bennünk, említhetjük itt például Jack Aitkent, aki ugye a Williamsbe ült be, amikor George Russell átült a williams a Mercedesbe, Pietro Fittipádit, aki nagyon korrekt munkát végzett a házban Romain Grosjean sérülése után, de hát az istáló oldalát azt azért nem rúgta ki. Will Stevens, akinek az egész karrierjére aig emlékszünk talán, ugye ő is beugró versenyzőként kezdte a Ketterhamnél, André Lotterer szintén, ugye egyetlen Form 1 nagy diát a teljesítette, és még egy nevet hadd említsek meg, a, a raliból, rallyból, enduranceból és a világ összes ö, autóversenyzési szakágából egyaránt ismert Stefan Sarazen, szintén Formula 1-es versenyző, ő 1999-ben Interlagosban a Minardi-ba ült be, miután az imént említett Badoer hát kezét szekte egy tesztelésen. És hát azért azt gondolom, hogy ha föl kéne sorolni, mondjuk, hogy 1990 óta kik voltak F1-es pilóták, akkor biztos, hogy Szárezen az utolsók között jutna eszébe az embernek, nem? Vagy az utolsó utániak között szerint, hogy, ő itt megfordult, jó szaracén, ugye beszéltünk erről itt a műsor előtt, és hajba kaptuk, hogy ez minárdi volt, vagy prostos volt az a bizonyos beugrás aztán végül rendet tettél itt, és előhúztad a bizonyítékokat, hogy ez bizony egy binárd is beugrás volt annak Igen, idén. a Prost tesztpilótája volt ő, valószínűleg ott meg tudtak egyezni a színfalak mögött, Giancarlo Minardi és Ellen Prost valahogy ezt le tudták pacsizni. Na, térjünk rá a listára, és ahogy azt állandó hallgatóink megszokhatták, nincs toplista lista külön díjas nélkül. A külön díjas az emel ki a többi közül ezúttal, hogy a többiek esetében az eredményesség vezérelte azt, hogy ők fölkerüljenek a listánkra, valamilyen eredményt értek el beugrások során, ez viszont egy kiemelkedően emlékezetes beugrás volt, Jenson Button-től 2017-ben a monakói nagydíjon ülhetett be Button, még egyszer is utoljára a McLarenbe, miután Fernando Alonso egészen váratlan módon az indi 500-at választotta a monakói nagydíj helyett, és hát egy ilyen, a modern fegyet nagyon is jellemző show elemeknek egy ilyen korai megnyilvánulását láthattuk, amikor ugye élőben kapcsolták Fernando alonso a versenyautóban ülő Jensen Buttonnak. Emlékszel, ugye? Ott voltam a helyszínen, ezen a versenyen, és hát ugye ez volt az első Liberty médiás év, akik természetesen ugye akkoriban kezdték az ipart, és hát megpróbáltak mindent amit csak lehetett ebből kihozni, úgy történt, vagy úgy kerül sor erre a bizonyos kapcsolásra és Amire emlékszem az az, hogy hogy végződött ez a beúrás, amikor felpaszírozta Baton a portjé kanyarban a falra, gyakorlatilag Pascal Verlaint. Meg, meg arra emlékszem még, hogy ott azon a hétvégén nyilvánvalóan a Form 1 állt a középpontban, de a, a Form 1-es médiacenternek a 90%-a egy szemmel azt kamillázta, hogy mi történik Indiában. a Fernando és a McLaren az föltette a, az íre a pontot azzal, hogy a vasárnap este a nagy díj után, ugye, amikor elrajtolt az Indi 500 ők arra szerveztek egy nagyszabású amerikai jellegű partit. Amerikai kaját szolgáltak fel rendesen, ahogy Amerikában ezek a, ezek a vendéglátóipari egységek fel vannak díszítve olyan kostümbe öltöztet, öltöztették a, a Brand center és hát óriási sót csináltak e körül, hogy alozzó az indírt százom verseny, ez náluk pedig Jason Button megy, de hát ez nem egy szépre sikerült beúrás volt, és hát van ott még valami, aminek, tehát az utóhatása az a mai napig megvan. Milyen? Pontosan, pontosan. Ugye egyrészt nem tudom, hogy Alonso ott a tengeren túl mennyire aggódott azon, hogy Baton beváltja a fenyegetését, hiszen az ominózus rádiózás során Baton a világ halatára közölte Alonsoval, hogy bele fog pisilni az autójába. Hát, hogy így vagy nem, azt a fene se tudja. Ellenben Jensen Baton ugye kapott egy három háromhelyes rajtbüntetést Pászkál Verlány megborításáért, és mivel már akkor is tudott volt, hogy Buttonnek ez egy ez egy ilyen utolsó váratlan búcsú fellépése az F1-ben, ezt a rajtbüntetést minden bizonyosan soha nem fogja letölteni. Ennek ellenére a mai napig érvényben van Jensen Button háromhelyes rajtbüntetése. Nagyon tetszett, pár hete láttam egy ilyen mémet, hogy ne hagyjátok, hogy a Horner ügy elterelje a figyelmeteket arról, hogy Jensen Buttonnek a mai napig van egy háromhelyes rajtbüntetése az F1-ben. Foglalkozzunk az igazán fontos dolgokkal, az igazság az egyébként, hogy akkor ott ö, megfagyott a levegő, amikor történt ez a, ez a falra passzírozás a portjénél, amikor felnyomta Baton Verlányt a, a falra, akkor ott meghült a levegő, hogy atya ég, ez, ez megúszta élve, vagy sem? Ha, ha felidézed magadban, akkor azért azok ott vérfagyasztó pillanatok voltak néhány másodpercig, hogy akkor ott, 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 mi történt, de aztán ugye hamar, hamar letisztult a kép, hogy nincs, nincs komolyabb probléma, de de picit olyan érzése volt az embernek, mint amikor, amikor lecsapsz egy legyet, és ott marad a falon. Ahogy az oda volt fordulva oldalával az a, az a Forma 1 a, a falnak, úgyhogy ez egy vérfagyasztó pillanat volt. Riasztó, de szerencsére teljesen, teljesen veszélytelen incidens volt. No, hát térjünk rá akkor magára a toplistára itt előre bocsátom, hogy a sorrendet alapvetően az én szubjektív szempontjaim határozták meg. Azzal kapcsolatban mennyire volt nagy teljesítmény az, amit a beugró versenyző elkövetett, szóval az esetleges szidalmakat a helyezéssel kapcsolatban azt ne Sanyinak címezé. Ez címezhetitek neki és akarjátok? Apok, De. is, akarjátok. Kapok én is eleged. Igen, igen, igen. No, hát akkor listánk tizedik helyén az isteni Markus Winkelhock. 2007-ben a Nürburgringi Európa nagydíjon állt rajthoz Markus Vinkáhok miután Christian Alberts, uh, Alberts nem tudta teljesíteni szponzori kötelezettségeit a Spiker istáló felé, aztán később már vissza sem tért az autóba, de Vinkáhok sem. Ez volt az egyetlen f es nagy díja, és hát uh, statisztikai szempontból egy egyszerű és megismételhetetlen dolgot tett Vinkáhok, hiszen az első és az egyetlen nagy díján az utolsó rajthelyről indulva, indulva egyetlen kör alatt a verseny élére állt, uh, Persze ehhez elsősorban egy, egy döbbenetesen jó taktikai húzás, és egy némi ordas kellett. Ugye az történt, szárazpályán készültek a versenyzők a rajtra, de várható volt, hogy megérkezik az eső, és a és Markus Winkelhock, aki újoncként a leggyengébb autóval az utolsó helyről indult, a boxba húzott, és felrakatta az esőgumikat, és miután az első kör végén, aki nem a pálya szélén találta magát, az, az is kénytelen volt, mindenki kénytelen volt bemenni a boxba, így aztán Winkelhock ott találta magát a mezőny élén, és miután mindenki megtette a box kiállását, hát 33 másodperc előnyben volt, felépem Asszához és Fernando Alonsohoz képest, aztán a történetnek ugye dicsitelen vége lett, mert először a piros zászló lenullazta Winkelhock előnyét, és a 13. körben ő ki is esett a versenyből műszaki hiba miatt. Ennek ellenére, aki látta ezt a versenyt, az valószínűleg örök időkig emlékezni fog Markus Vinkelhok nevére. Nagyon is emlékezetes lehet ez a név, hogy Vinkelhok. Márkuszon kívül is ugye az édesapja és a bácsikája is nagy formátumú autóversenyző volt. Az édesapja indult is nagy díjon, a bácsikája pedig szeretett volna indulni forma, egyes nagy díjon, de nem jött össze neki. Úgy, hogy Mármint a... megpróbáltak kvalifikálni magát, mert én is szerettem volna, és nekem se jött össze, hát mondjuk közelebb állt hozzá. De neked, neked még azt sem meg, hogy megpróbált kvalifikálni magát, pedig én, az... én támogatnám az ötletet, hogy ez valaha valamikor megvalósuljon, hogy, hogy kvalifikálhass egy Form 1-es az ő bácsikája megpróbálta, nem sikerült neki, de ugye a Winkelhock család Németországban egy nagyon jól ismert versenyző dinasztia. Márkusznak volt ez, a, ez az emlékezetes beúrása, és azért neki utána azért elég sok babért termett a, az autosport világában, hogy más nem mondjak, ugye idén januárban futották a, a, dubai 24 órás versenyt, ahol ő a győztes csapatnak a tagja volt, tehát a mai napig aktív. És a mi érdekesség, és én kíváncsi vagyok, hogy jut -e neki majd valamilyen szerep az Audi Formula 1-es projektjében, az az, hogy ő azért, azért Audi közeli versenyzővé vált a, a pályaformagyos kalandja után. Hogy más ne mondja, 2017-ben egy fiatal ö, pilóta tehetséget kísértem el az Audi Neuburgi központjába egy képességfelmérőre, és ö, ott szembesültem azzal, hogy gyakorlatilag ennek az egész programnak ő volt a vezetője, ő volt az, aki, aki instruktorként, meg tehetséggondozóként ö, foglalkozott, az Audi gyári pilótáival. És egy nagyon érdekes, meg mély munkát végzett ő abban a projektben, meg ott, ahogy jártam, keltem, beszélgettem, az volt a benyomásom, hogy ő a négykarikás márka berkein belül egy viszonylag nagyra értékelt szakember, úgyhogy én kíváncsian várom azt, hogy, hogy valamilyen szerepet szánnak-e neki majd az Audi Form 1 programjában. Azon sem leszek meglepődve, hogyha nem, de azon sem leszek meglepődve, hogyha igen. Hogy listán következő helyezetje szerepet kap-e bármilyen f programban, azt nem tudjuk. Minden esetre Winkahokhoz hasonlóan ő is német, és neki nem csak egy verseny adatot meg az f ben hanem jó néhány szezon. Timo Glockról van szó, aki viszont szintén beugró versenyzőként kezdte meg a karrierjét. 2004-ben a kanadai nagydíjon ülhetett be először abba a Jordanbe, amelyet Giorgio Pantano üresen hagyott. Pantano az akkori újságcikkek szerint személyes okokra hivatkozva hagyta ki a kanadai nagydíjat. Később kiderült, hogy hát a személyes ok az volt, hogy ő személyesen nem tudta azt a pénzt letenni az asztalra, amit a versenyzőülésért aktuálisan ki kellett volna fizetnie. Tehát financiális problémák támadtak, így aztán Glock váratlanul beülhetett első Formula 1-es nagydíjára, ahol teljesen korrekt módon versenyzett, beért a 11. helyen még hozzá a megelőzve ö, csapattársát Nick Heidfeldet, ö, és nagy szerencséjére ez volt az a kanadai nagydíj, ahonnan egyszerre négy versenyzőt is kizártak, ö, így a technikai szabálytalanság miatt, így aztán végül hetedikként értékelték, azaz kettő pontot szerzett egy olyan szezonban, amikor a Jordan összesen öt pontot gyűjtött az egész szezonban, tehát ez a kettő, ez ugye meglehetősen nagy hányada a szezonbéli teljes pontmennyiségnek, az utóélethez annyit, hogy Glock után a, há a szezon utolsó három versenyén is indult a Jordannel, azok eléggé felejthetőek lettek, és ugye ő négy évvel később a Toyota színeiben lett Formula 1-es pilóta, ö, időközben versenyzett a Csemkárban és a GP2-ben bajnok lett, tehát nem ö, közvetlenül a, a, a beugrás után. Ö, jutott el állandó versenyzőként a király kategóriáig, hanem jóval később. És ugye Timogloknak emellett, hogy kicsit tréfákozzunk is, ugye az a nevezetesség, hogy ő az a versenyző, akit magyarul csak is a és vezetők néven együtt lehet szólítani, tehát ő Glock néven nem lehet, csak is Timoglokként lehet meg. Timoglok. Timoglok, a, a magyar, magyar e, emberekkel beszélsz, hogyha ő szóba kerül, ő csak is timoglok lehet. Olyan, hogy Glock az nem létezik, és ezen ő maga is jó szokott derülni, amikor ez a téma szóba kerül. A, a történeti hűség kedvéért, ugye erről a bizonyos futamról, erről a 2004-es kanadai nagydíjról a Toyotákat és a Williams-eket zárták ki a fékhűtőnek a, a szabálydalansága miatt. Ö, mindenképpen szívügyünk, hogy ezt elmondjuk, hogy ezen a versenyen ott volt a mezőnyben Baumgartner Zsolt is, aki mindjárt puskázik egy picit, de már akkor is ott ennek köszönhetően a kizárásoknak köszönhetően viszonylag közel került a pontszerző zónához, és a tizedik helyen zárt a négy körös hátrányban a futamot a, a Minárdival. és de nekem az, az maradt meg bennem, hogy ez a Glock féle debüt, ez ez egy nagy hatású történet volt. Ugye nagyon sokat beszéltek erről, meg nagyon sok minden, nagyon sok minden megfogalmazódott akkor ezzel kapcsolatban, és egy kicsit, mint ami most van a Bermen kapcsán, hogy a fél világ azt mondta, hogy hé, hát adjanak már neki egy volánt, hát ez tök jó volt. Mert, mert tisztességesen lehozta azzal a, hát nem túl, nem túl éles Jordan, de tisztességesen lehozta ezt a, ezt a beúrást. Tehát mindenképpen a, a, pozitív lecsengésű beugrások közé tartozik. Egy picit én itt még arról emlékednék, hogy mi is volt ott akkor az a személyes ok. Azért itt a mai napig ezt szokásra védre zárni azzal, hogy nem tudod fizetni pántánó és kész, ennek azért mélyebb oka is vannak ott, hogy, hogy miért alakult az úgy, hogy ő nem tud fizetni. Tehát felmerül a kérdés az, hogy mennyit kellett volna fizetni. <laughs> Annyit, amennyi ki volt alkudva, vagy esetleg többet kellett volna fizetni. Tehát itt e körül ment ott a, a, a lamentálás, hogy hogy is. Tehát a mennyi az annyi. Ez volt, e körül alakult ki némi nemű bonyodalom, ami miatt nem, nem tudta Pantano ezen a hétvégén rajthoz állni, és milyen érdekes, hogy most erről beszélgetünk, de most itt az első két verseny hétvége kapcsán ezt a nevet, hogy Pantano indokolatlanul, de meglehetősen sokat hallottam. Talált ki, hogy minek apropóján. Na, kit menedzser? Tudod-e, hogy ki volt a menedzsere Pantanónak, amikor, amikor a Formula 1-ben kalandozott? Kérek szépen, a leghalványabb fogalmam hmm. sincs. Sosem foglalkoztam neked. a kérdéssel. Elárulom neked, a Formula Podcast jó barátja, Alessandro Alunni Bravi, aki jelenleg a, a, a Saubernek a csapat képviselője, ő volt a menedzsere Giorgio pantano -nak. Ugye ő a kolóni városából származik, ott nőtt fel, és a kolóni környékén töltötte Siheder korát, és a Pantano egy meglehetősen erős kolóni kötődésű pilóta, és ő volt a menedzsere. Van egy másik ismert olasz név, szerintem neked, neked sok emléket fog visszahozni, Enrico Tocacello. Tokacselló is a, 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 az Alessandro Alunni Bravi pilótája volt, ezt a két versenyzőt ő akkoriban. És itt több ízben is szóba került különböző témák kapcsán, hogy, hogy, hogy Pantanova hogy volt 2004-ben, meg hogy, meg hogy ismerte a Zsoltit, mert F3000, meg mi egymás, úgyhogy innen jött szóba Giorgio Pantano. No, hát azért ez egy igen váratlan pillanat lehet, amikor gyanútlanul beszélgetsz az F1-es és szóba kerül Giorgio Pantano. No, igen. Én... igen, ez, ez nagyon nézik, hogy hoppá, már megint róla beszélgetünk, tehát hogy azért lehet, hogy nem a legélesebb kés a fiókban Pantano, de ezek szerint mégiscsak alkotott valamit, ha húsz évvel később még mindig beszélgetünk róla. Én meg még itt egy dolgot szeretnék kiemelni ö, annak kapcsán, hogy hogy Glock hogy is került ebbe az ülésbe, hogy 2004-ben a Jordan pilótája volt, és emellett a Porsche Super cup versenyzett, ö, tehát azért azt az évet nyilván bearanyozta az F1-es szereplés a Porsche cup képest. Az előző szezonban pedig az F3-as Eurosériában indult, ahol egy egy egészen döbbenetes mezőnyben szerepelt, így visszatekintve 20 év távlatából. Glock ötödik lett ebben a szezonban, megelőzte őt a későbbi Indikár és Imsa futamgyőztes Ryan Briscoe, Christian Klein, későbbi F1-es pilóta, Oliver Plá, az Endurance VB veteránja, valamint az imént említett Markus Winkelhock, és akkor ott mögött egy, ott volt egy Nikol Rosberg, finn zászló alatt, ezt is emeljük ki, ott volt a később Versenyzőként és szexipari báróként is tündöklő Robert Donboss. Ott volt Robert Kubica, Nicolas Lapierre, a Lemandgyóztes Richard Leeds, és így tovább egyetlen egy szezonjában ennek az Eurószériának. Hát ebben a mezőnyben ötödiknek lenni nem is annyira rossz. Lépjünk tovább a lista nyolcadik helyére megígérem, hogy nem csak németek lesznek a listán, de itt van még egy német versenyző, nem is akármilyen, egy világbajnok német versenyző, aki beúróként kezdte meg Formula 1-es karrierjét, akár csak egy másik, hétszeres világbajnok német versenyző, ő viszont idézőben csak négyszeres, Sebastian Fettel, aki 2007-ben az USA nagydíjon mutatkozott be a BMW Zauber színeiben, miután Robert Kubica az előző versenyhétvégén Kanadában Ö, elszenvedte az elmúlt évtizedek, hát én azt mondanám, hogy második legnagyobb f es balesetét, Roman Grosan után, ö, és Kubica csodával határos módon szinte sértetlenül megúszta a bukást, de azért a következő verseny ki kellett hagynia, ö, és ugye az a fettel ülhetett be helyére, aki az előző szezonban már szerepelt Formula 1-es szabad edzésen a BMW Zauber színeiben, ugye azóta is tart egy rekordot, hogy őt büntették meg a leggyorsabban a karrierje kezdetétől számítva, 6 másodpercbe tellett box utcai gyorshajtást elkövetnie, onnantól kezdve, hogy először elindult f autóval. Na, minden esetre ezen az USA nagy Fettel ugye Q3-ba jutott, és hát némi szerencsével tegyük hozzá, de pontot is szerzett, és ugye ezt követően egészen addig, amit, őt, amit ő, amíg őt le nem szerződtette a Torra Rosszó, ugye ő még visszament kvázi junior versenyzőnek, ha jól emlékszem, persze jó, a World Series by Renault-ba, és ugye itt el is hangzott évekkel ezelőtt itt a podcastben egy anekdóta annak kapcsán, hogy parizeres szendvicset vagy valami hasonlót kínálgatott neked és a kollégáidnak. Így van. Sebastian Fettel, aki szólt, szólt neki Trevor Carlin, hogy ugye a, a annak a bizonyos kamionnak a hátsó traktusában ez olajos dobozok között ültünk le beszélgetni vele, és ahogy oda bevonultunk, akkor szólt neki, hogy akkor húzás van, hozd, hozd ide légy szíves a, a zömléket, mert valamivel meg kell kínálni ezeket az embereket, és ment, és hozta, és beszélgettünk, és egy pár héttel később már Tornorosszó versenyző volt. És, és mindezt hát egy hónappal, a BMW Zauberes debutálása után. Így van, hogy ugye ezért én nem tudom, a World Series-ben mindig is egy népszerű sorozat volt, tehát média munkát tekintve is nem azok közé a sorozatok közé tartozott, ahol üresen tártagott a média center, hanem mivel, hogy ott azért mindig komoly tehetségek pallérozottak, azért mindig komolynak mondható sajtóarmada vonult fel a a World Series by Renault Media centereiben, és mivel hogy túl voltunk ezen a BMW-s bemutatkozásán Fettelnek, és akkor már azért a nemzetközi sajtó nagyon komolyan ö, spendírozta azt, hogy itt ö, hamarosan fix form néz ki ennek a fiúnak, ö, de még ide jön és itt versenyezni fog, ezért természetesen nagy számban vonultunk fel, mert mindenki kíváncsi volt a fiatal négy. Mert Emlékszem rá, hogy beszélt arról akkor, hogy, hogy volt egy mondása neki, hogy a forma tehát az hogy hogyha barátokat akarsz, akkor hozd magaddal a kutyádat. Például <laughs> ezt a mondást, ezt ott hallottam tőle először. Ott beszélt arról, hogy a Eintracht Frankfurt a kedvenc futballcsapata. Meg érdekes volt ezt a, ezt a fiatal, új hullámos szuper egy ennyire kötetlenül meghallgatni, meg beszélgetni vele. Nagyon nagy, nagy élmény volt, az, az igazság. No, Hát én meg az jutott eszembe, hogy itt Mihály utaltam az imént, hogy egyetlen apróságot nem említettem itt a lista összeállítása kapcsán, hogy az elmúlt 25 évből válogattunk csak, ugye valahol határt kellett húzni, és nyilván voltak a 70-80-as években is elképesztő beugrások, de, de most itt az elmúlt 25 évnél maradunk, és nem is kell 25 évet, csak 8-at visszamenni a lista 7. helyezetjéhez, aki 2016-ban Bahreinben Debutált az F1-ben a McLaren színeiben, Stoffel Fandornnak hívják az urat. Ugye Fernando Alonso a szezonnyitó Ausztrál nagydíjon szenvedett egy, egy orbitális nagy balesetet, amikor a, az újonc ház autóját vezető Esteban Gutierrezzel összeütköztek, ö, és Fandorn, aki ekkor már évek óta a McLaren kötelékébe tartozott, és egyfajta ilyen kis mostoha gyerek volt ő ott a McLarennél, végre megkapta a lehetőséget, amivel élni is tudott, hiszen Jenson button megelőzte az időmérőn, és a futamon pedig ő szerezte a McLaren első pontját abban a szezonban. Fandornról nem tudom, te hogy emlékszel vissza, nekem az van meg így 2013-14-ből, hogy Fándor az az ember, akiről mondják, 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 hogy mekkora tehetség, meg mekkora versenyző lesz, meg úgy is tűnik, de uh -huh. nem kapja meg a lehetőséget. Ugye például Kevin Magnus ugye beültették a McLarenbe, akkor ő hoppon maradt, 15-ben megjött Alonso, akkor nyilván Magnus is félre rakták, neki úgy tűnt, hogy esélye nincsen autóba ülni, és hát egész 2017-ig kellett várni a teljes szezonos lehetőségre. Hatalmas nagy ö, misztérium övezte őt, hogy na majd, amikor megérkezik a Fandorra, akkor majd itt majd mindenki nagyot fog nézni, hogy, hogy micsoda óriási szuper tehetséget nevelget a McLaren, mert ugye őt azért ő nagyon sokáig tagja volt ennek a, ennek a McLaren pilóta képző programnak, és itt abszolút mindenki azt mondta, hogy hát ez majd jön, és akkor itt, itt az új Louis Hamilton konkrétan. Nagyon sokan mondták azt, hogy, hogy hasonló dolgokat lehet várni tőle. Aztán ugye megtörtént ez a 2016-os Bakreini beúros debütálás, ez még inkább felsófolta ezt az ázsiai, hogy azt a mindenit, hogy idejött ez a fiú, most először kapott lehetőséget, és ilyen jól teljesített, hogy ez tényleg ez azonnal ülés neki, Ugye aztán, amikor megkapta a lehetőséget, hát azért nagyon gyorsan elkezdett lefőni a kávé. Nyilvánvalóan az a méltatlan, vagy az a, hát, hogy is mondjam, szuboptimális szub helyzet állt elő, hogy egy alozó mellett kellett debütálnia. Egy Tehát nem az... jó McLarenben. A, egy, egy nagyon nem jó McLarenben. Tehát az utolsó dolog, amit akarsz magadnak, hogy, hogy végig küzdöd magad egy pályafutás során, és ott vagy, hogy végre, végre megkapod a lehetőséget, és akkor van beletted egy alonzó, meg egy nem túl, nem túl, jó McLaren, amit ráadásul az alonzó akkor kezdett átpolitizálni. Teljes mértékben. Ugye ez a, az az időszak, amikor, amikor arról beszéltünk, hogy valójában a McLaren csapatfőnökét Fernando alonso hívják. Emlékszel-e? Hogyne. Hogy ez, 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 az az időszak, amikor, amikor arról beszéltünk, és ott kellett volna neki bizonyítani, nyilvánvalóan annál talán azért több lett volna a Fandornban, mint amit meg tudott mutatni, de, de ez a, beug, a beugrás az minden kétséget kizáróan az respekt neki érte, mert az, az tényleg jó sikerült. Számomra egyébként, majd lehet, hogy egyszer csinálunk egy toplistát arról, hogy kik azok az F1-es versenyzők, akik úgymond csalódást okoztak, akiktől nem azt kaptad, mint amit vártál, hát az én listámon Fandorn egészen magasan lesz, és hogyha lesz ilyen lista, akkor lehet, hogy a következő helyezettünk is rákerül majd a legemlékezetesebb beugrások közül. A hatodik helyen Nick De Vries található, aki 2022-ben Monzában kapta meg a Williams-t, hasonló okokból, mint amiért Berman a ferrari hiszen Alexander Albon is vakbél műtétre kényszerült ezen a bizonyos olasz nagydíjon, és Hát nézzük először a puszta tényeket. Ezen a monzai hétvégén agyonra büntették a mezőnyt rajt büntetésekkel, így aztán De Vries egy egyébként tök korrekt időmérő után a nyolcadik helyről indulhatott, ez nyilván rengeteg büntetés is kellett, és, és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy heroikus küzdelmet folytatott, aminek az eredménye kettő pont lett, és hát a Williams abban a szezonban 2022-ben alig-alig gyűjtött pontokat. Nikolász Latifinek ekkor még nulla pontja volt az állandó versenyzőnek, akinek a alkalmi csapattársa lett Defries. Tehát ez a két pont, ez valami hasonlóan nagy érdem volt, mint, mint Timo kapcsán említettük. Szigorúan Timo. És hát ugye Fries tulajdonképpen az egész karrierjét megváltoztatta ez az egy darab beugrás, nem? Aztán az más kérdés, hogy jó vagy rossz irányba. Igen, hát én nem tudom, nagyon nehéz ezzel kapcsolatban foglalni annak fényében, hogy én egészen közelről szemléltem az ő teljes pályafutását gyakorlatilag. Az a bizonyos monzai hétvége az, az, az olyan volt, mint egy álom konkrétan több tekintetben is, tehát senki nem látta, hogy ez közeleg, senki nem látta, hogy ez megtörténhet, de megtörtént, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült. Aztán utána az, hogy mi lett a lecsengése, az már egy másik történet. Hát ugye kapott tíz versenyt az Alfa Taurinál, ami után őt lekukázták, de én nem tudom, ugye mondtam azt, hogy belenéztem ebbe a Netflix-es sorozatba. Nem... Nem mélységében szemléltem azt az epizódot, ami, amiben, amiben az ő veszőfutásra került feldolgozásra, de nekem ott ott, ott az köszönt vissza, amiről uh, itt a műsorban is beszéltünk akkoriban, real time. Hogy egy picit olyan érzése van az embernek, mintha ez az egész előre meg lett volna komponálva. Teljesen egyértelmű, semmi alól nem mentesíti őt, teljesíthetett volna sokkal jobban, uh, tehetett volna sokkal komolyabb erőfeszítéseket, vagy legalábbis többet annál, mint amit nyújthatott volna jobb teljesítményt annál, mint amit nyújtod, de hogyha ezt a Netflix epizódot megnézed, ez is azt a látszatot kelti, vagy azt az érzést kelti benned, ami, ami bennünk is bennünk volt, hogy itt igazándiból, arról volt szó, hogy őt leigazolták, és utána az ő leigazolása után került sor Ricardo szerződtetésére is és hát nyilvánvalóan egy Ricardónak sokkal, sokkal, sokkal nagyobb marketing értéke van, mint egy Nick de Vriesnek. Aztán egy picit, mintha, mintha fel lett volna gyorsítva ez a türelmetlenség tehát ilyen, ilyen hiper fokozatra kapcsolt a Red a vezetése, hogy jó, akkor, akkor szabaduljunk meg tőle minél hamarabb. Nyilvánvalóan ezt a folyamatot ő lelassíthatta volna, vagy átalakíthatta volna, hogyha valami világ megváltó dolgot tud véghez vinni, de hát a mellékeltábra mutatta, hogy ez az Alfa Tauri az abban az időszakban, amikor ő versenyzett azzal, az nem feltétlenül volt egy olyan jármű, amiben, amivel nagy dolgokat lehetett volna véghez vinni. Nyilvánvalóan Cunoda bucira verte, de a Cunodának az, mert az már azért nem az első idénye volt ebben a közegben. Nem akarom feloldozni, hogy semmi alól távol álljon tőlem, hogy ilyet akarjak mondani. De úgy kezdett, hogy őt felraknád arra a listára is, akik nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, azért tértem ki erre, viszont azon a hétvégén ott akkor Monzában az az szerintem káprázatos volt, amit csinált, ugye annak köszönhette a lehetőséget, hogy volt egy ülés ö, ott neki akkor azon a hétvégén, amit a Williams be tudott dobni a járműbe, meg át tudták őt és, és ez volt a titoknak a nyitja, hogy ugye akkor ő egy ilyen közkézen forgó teszt és tartalékpilotája volt a több Mercedes motoros csapatnak. Nem, hát egy ilyen, egy ilyen közkézen forgó ember volt. Hát, hát egyébként egy, a teljes mértékben. Egy nappal egy korábban még Aston martin vezetett. Hát ez így van, ez így van. Ugye ő, ő abban az évben Vetri szabad edzésen a Williams színeiben, vettré szabad edzésen a Mercedes színeiben, Ö, és valóban, ugye, ahogy mondod, azon a Monzai hétvégén az Aston Martin színeiben, plusz tesztelte az Alpint később, ugye az Alpin mondjuk így egy szétlövése keretében. Itt nálunk a Hungaroringen. Bizonyám, sőt, ő Brazíliában, meg ő volt a McLarennek a tartalékpilótája, ö, ugyanis Landon Norris ételmérgezés kapott, és ugye gyorsan csináltak De Vries fenekére egy McLaren ülést is, hát ha szükség lesz rá. Ö, tehát gyakorlatilag az abban a szezonban résztvevő 10 F1-es csapat közül 5-nek így vagy úgy, de ült az autójában, ami azért, azért nekem rekordgyanús. Mindenképpen. No, Hát a következő versenyzőst tavaly idézőben csak két csapatnak az autójában ült, de az egyikben öt teljes nem négy teljes, meg egy fél, Nagydi hétvégét teljesített. Őt Liam Lawsonnak hívják, aki 2023-ban a Holland nagydíjon kellett hogy beüljön az AlphaTauri-ba, miután Daniel Ricardo kezét törte, és ugye egészen katarig szerepelt Lawson az AlphaTauri színeiben ugye elsősorban először azzal hívta föl magára a figyelmet, hogy partiban tudott lenni Cunadával, ami önmagában egy ilyen beugró több mindenképpen dolog, és ugye aztán Szingapurban jöttek az ő nagy pillanatai, a formán kívüli Red Bull-lal Max Verstappen-t kiütötte a Q2-ben, tehát ugye Max Verstappen ezért nem vehetett részt a Q3-ban, mert Lawson kipöckölte őt, és ugye az Alfa Tauri addigi legjobb eredményét jegyezte a, 2023-as szezonban egy kilencedik helyjel. Nyilván ez az élmény a legfrissebb, mint közül, leszámítva Berment, akit persze nem raktunk föl a listára, hiszen az ő apropóján beszélgetünk most így a többiekről, és hát Lawson is könnyen lehet, hogy megalapozott ezzel egy Formula 1-es karriert. Gondolok erre itt azért, aztán kíváncsi vagyok a meglátásaidra, mert beszélgettünk mi már, például az adásban is, mert 2022 elején is beszélgettünk Liam Lawsonról, meg talán 21 végén is, mint potenciális Formula 1-es pilótáról. És ezelőtt a bizonyos vendégszereplés előtte azért azt mondtad el többször, hogy, hogy nem látszik az, hogy milyen, milyen erő lenne az, amelyik lawson nyomná előre más fiatal versenyzők között nagyobb hátország, nagyobb lobbyerő lehet. Itt a bizonyíték arra, amit akkor mondtam. Tehát, hogy beugrott, Zandvoortban szerintem nagyon jó munkát vézett, pontokat is szerzett, szerintem szenzációsan teljesített az, az öt futamon, és hát nem ő ül az autóban. Hát igen. Hát igen. E, tehát e, itt, hogyha, hogyha visszaugrasz, azokra a beszélgetésekre, amiket akkor folytattunk itt a műsorban és a műsoron kívül is, én azt mondtam neked mindig, meg a hallgatóinknak is, hogy picit azzal kapcsolatban vannak gondjaim, hogy nem látom azt a, az erőt, aki, aki mindenáról szeretné őt bepaszírozni valamelyik Red Bull konstrukciónak a volánja mögé, holott a tehetsége az, az kétségkívül megvan ahhoz, hogy, hogy, hogy a legmagasabb szinten Állandó üléssel rendelkezzen. De nem emlékszem arra, hogy hát ugye annyira adta magát, annyira egyértelmű volt ott azon a, azon a pénteki napon, Zándorban tavaly, hogy tudtuk, megjött az info, eltörte a kezét a Ricardo, teljesen egyértelmű volt, hogy ott van a helyszínen, ö, ott van minden adott ahhoz, hogy megtörténjen a mutatkozása, és még a a bejelentés előtt egy két órával is a, a gyerek szinte nem, me, megmondta Kerek Pérez, hogy hát ő abszolút nem biztos abban, hogy ezt a lehetőséget ő kapja meg. Ezt pedig nagyon sokszor átfutotta ez a, ez a szösszered. Ott botorkáltunk a pedokban és lestoppoltuk, hogy na mi van, öreg? Izgatott vagy -e már? És ő mondta, hogy hát igazság szerint ő nem mer még izgatott lenni, mert hát még senki nem mondta, hogy, hogy ő meg is kapja ezt a lehetőséget. Hm. Aztán mondtuk neki, hogy hát, de, 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 a, a telj, nincs, nincs, más észérv, ami, aki, ami, más mellett szólna. Tehát itt vagy a helyszínen, itt van az ülésed, itt van minden, de csak is te kaphatod meg. Aztán mondta, hogy hát jó, hát várjuk meg azért a végét. És ez nem ilyen, nem ilyen kincstári visszafogott hozzáállás volt, hanem láttad rajta, hogy, 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 hogy még ez számára is nehezen felfogható, hogy ez megvalósult. Megvalósult. Nagyon-nagyon jó sikerült. Az a, az a történet, azok a versenyek, szerintem fantasztikusan teljesített ez a fiú. És nem ő, nem ül az autóban. Ez azt gondolom, hogy ez annak a, annak a, jele, hogy azért az a hegyeket megmozgató lobby erő, az nincs meg mellette, ami, aminek meg kell lennie egy forvegyes versenyző mögött. Ennek ellenére én masszívan hiszek abban, hogy alakulhat úgy, Létezik olyan permutáció, amely mentén haladva 2025-ben őt állandó versenyzőként láthatjuk viszont. Nagyon érdekes, egy, egy, érdekes közjáték volt most Jeddában. Ahogy jöttünk le a gridről, ő, ott állt a, az Alfa Tauri, vagy nem Alfa Tauri, minek hívják? Visa Kesep, RB. Az. Igen. A Team Faenza garázsánál állt, így neki volt támaszkodva a falnak, és láttad rajta, hogy ilyen szomorú fejjel néz. És mivel szoktunk vele beszélgetni, oda mentünk Áron kollégámmal, és egy kicsit megbaszíroztuk, hogy hé, 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 nyugi van, még, még, még akár az is megtörténhet, hogy még idén neked lesz ott dolgod a griden, és neked nem kell lejönni a gridről, mint nekünk, hanem ott kell maradni a volám mögött. Aztán úgy láttad rajta, hogy aztán azt a sóvárgás, hogy oda jó lenne, hogyha ez már most lenne ezen a, ezen a versenyen, vagy a következőn. Ugye? Azért azt lehet érezni rajta, hogy frusztrálja őt, <laughs> őt, az, hogy, hogy itt van minden adott ahhoz, hogy ő versenyezzen, de mégsem ő kapja meg a lehetőséget. Úgyhogy én nagyon bízom benne, mert egy hihetetlenül szimpatikus fiatal srác Igen, és hát azt gondolom, hogy ha ő valaha állandó szerződést kap, és, és nekem is meggyőződésem, hogy kaphat, akkor, akkor mindenképpen ez a, ez a 2023-as öt futam lesz az, ami, amire visszatekintve majd azt mondhatjuk, hogy elindította az úton őt, ami talán talán, talán 2025-ben így van, egy állandó szerződést is jelenthet majd. Negyedik helyen Kamui Kobayashi, minden idők egyik legjobb japán f pilótája, aki 2009-ben a Toyota színeiben kezdte meg f 1 es karrierjét, a szezon utolsó két verseny hétvégén teljesített szolgálatot, a ma már többször említett Timo Glock sérülése miatt. Glock ugye a Japán nagydíjon szenvedett balesetet és sérült meg, és ezt követően kapta meg Kobayashi az autót az utolsó két verseny hétvégére és szenzációsan szerepelt. Interlagosban még elsősorban csak arra figyelhettünk fel, hogy ez a srác ez nagyon-nagyon tökös, óriási csatákban vett részt, többek között az aznap világbajnokká koronázott Jensen Buttonnel is megvívott a pályán és éppen, hogy de nem szerzett pontot, aztán a szezonzáron Abu Dhabiban igazán oda tette magát, bejött a hatodik helyre, megelőzve járnó Trullit, az ő csapattársát, és hát Kobayasinak a személyes tragédiája az volt, ami nyilván az egész f karrierét is gyakorlatilag derékba törte, hogy a Toyota ezt követően kiszállt az F1-ből, pedig 2010-ben adnak a, hogy mondjam, annak a legendás TF110-esnek, amiről ugye tényleg mítoszokat lehet hallani, hogy milyen nagyszerű versenyautó lett volna a 2010-es Toyota, a Toyota nem száll ki, hát ő lett volna az egyik versenyzője, így aztán jutott neki pár szezon a Zaubernél, meg némi hagyhúddal a Ketterhamnél, utóbbit nyilván már kár volt, és ugye hát szerzett ő dobogót is, azon nagyon kevés japán versenyző, azon három japán versenyző egyik, aki dobogó az F1-ben, de valahol nekem mégis a, ez az első két ö, ö, toyotás futam volt az f 1 karrierjének a csúcsa. Nyilván nem az egész karrierjének, mert azóta ugye az endurance egy, egy, igazi szupersztár lett, és Le Mans történetének egyik legnagyobb egykörös menője, ö, menőjét tisztelhetjük a személyében. A, nem tudom, te erre a Toyotás beugrása, meg amikor megjelent ez a, ez a srác az F1-ben, milyen emlékeket őrzöl. Mert én arra emlékszem még nagyon, amikor arról szóltak a hírek, hogy vissza kell menni a sushi étterembe dolgozni, hogyha nem kap a fejtes szerződést. <laughs> igen, 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 igen. Az is a nagy visszhangot kiváltó bemutatkozások közé tartozik, tehát hogy, hogy igazándiból a, be, a beugrással tette föl magát igazándiból a térképre, hogy hoppá! messze, messze, messze a legjobb Japán volt addig, a, aki a Formula 1-ben megfordult, e, és ugye neki, neki a menedzsere volt az az Inue Taki, akinek a magyar nagydíjas elgármás volt a pályafutásának talán a legnagyobb alakítása, meg az, hogy utána a Twitteren ő, ő magáénak követelte a minden idők legrosszabb pilótájának járó, járó titulust. E, nagy kérdés volt, hogy mi fog történni vele, aztán végül meg tudott maradni a Forma 1-ben Kobayashi, és igazándiból én magam arra az álláspontra helyezkedem, hogy hogy talán több is lehetett volna abban a pályafutásban, mint amit ő ki tudott hozni abból. Én is így gondolom. Hogy ez mire vezethető vissza, vagy mire nem, az egy nagyon nagy talány. Egy dolgot mindenképpen érdemes elmondani róla, hogy nem csak az addigi addigi időszakig a legjobb japán, aki, aki valaha versenyzett a formájában, de a legszórakoztatóbb is. Mert kifejezetten ö, jófej, társasági ember volt, akivel, akivel meg lehetett állni bandázni, akinek mindig volt egy egy poénja, akivel, akivel lehetett ö, emberi módon kommunikálni, nem az volt, hogy akkor, akkor letudtam a kötelezőt, és, és rohanok innen mint ahogy az már akkor is trend volt a Form 1 hanem, hanem ő azért, azért odafigyelt arra, hogy, hogy kommunikáljon. És komolyan kommunikáljon, ne csak úgy tegyen, mintha kommunikálna. És ez egyébként, amikor felbukkan, nagyon ritkán történik ilyen, hogy felbukkan valahol. Form 1 pedokon kívül néha össze lehet vele szaladni, de ez, ezt a jó szokását ezt szerencsére megtartotta, hogy, hogy, hogy jó, fej, jó fej ember maradt. Úgyhogy Imáron csapatfőnökként is, hiszen ugye 2021. decemberre óta ő a Toyota Endurance ö, csapatának nem csak versenyzője, hanem egyúttal csapatfőnöke is. Megkipróbálta magát a NASCAR-ban tavaly, valószínűleg fejta, miért ne felkiáltással. Két dolgot akar itt hozzáfűzni ahhoz, amit mondta az egyik a legjobb Japán vagy nem, ez ilyen annyira veszélyes terep, ugye arra ja. tévedni, ki volt Nyilván. a legjobb, meg ki volt a nem a legjobb. Én a magam részéről annyit mernék mondani, hogy ő és Takuma Sato voltak a két legjobb Jafány F1-es pilóta, és szerintem ezt, ezt így talán nem, nem lehet vitatni. Legfeljebb majd elátkoznak minket a Cunoda fanok. Ami meg számomra egy ilyen nagyon meglepő dolog, az az volt, amikor itt készültem az adásra, és átolvasgattam Kobayashi életrajzát, hogy az ő előélete alapján azért nem feltétlen volt benne a pakliban az, hogy ez a beugrás ez ennyire jól fog sikerülni. Tehát ő lenyomott két teljes szezont a GP2-ben, mindkétszer 16 lett a bajnokságban, 40 futamon kettő darab dobogó. Ez nem az a produkció, amit a, amit a nagy produkálnak GP2-ben, F2-ben, azt aztán kicsit még néztem, és képzeld el, 2007-ben Kobayashi, a ma már emlegetett F3-as Eurószériában versenyzett, és negyedik lett, de milyen névsor mögött, úgy nézett ki az a szezon, hogy bajnok Grozsán, második Buemi, harmadik Hülkenberg, negyedik Kobayashi. Az egy jó kis mezőny ez is, nem? Igen. Határozottan, határozottan masszív egy mezőny. Nagyon-nagyon érzékelt Kobayashi az, amikor amikor uh, japánul szóltunk hozzá, és bemondtuk neki, egy gambare kabui, hmm. hogy hajrá kamui, akkor egyszer emlékszem rá, már nem tudom, hogy hol jártunk akkor, vagy hogy hol történt ez, de bemondtuk neki a, az ott tartózkodó magyarok a gambare kabuid, amire általános meglepetésünkre egy ilyen, egy ilyen japán szamurái harci kiáltással felérő kuszonom volt a válasz. <laughs> <laughs> hogy ezt honnan varázsolta el a nem tudom, de ez, ez nagyon megmaradt a Kobayasival kapcsolatban, úgyhogy mondom, jó fejemberről van szó. Hát, aki Kobayashi-nak szeretne szurkolni, legközelebb április 21-én teheti meg, akkor rendezik ugyanis az Imolai 6 órás versenyt, aki viszont listánk harmadik helyezetjének szeretne szurkolni, Hát arra évek óta nincsen már mód, hiszen egy ideje felhagyott a versenyzéssel az a Mika Szálló, aki 1999-ben Mihály Schumachert helyettesítette a ferrari -nál, az osztrák nagydíjtól egészen az Európa nagydíjig, ami szám szerint nem kevesebb, mint, mint hat versenyt jelent. Száló egyrészt Miért van ilyen magasan, másrészt miért nem az első helyezett? Hát ugye itt volt neki két szenzációs versenye, különösen a német nagydíj, amelyet konkrétan megnyerhetett volna. Ez volt a második futama a ferrari ez lett volna karrierje egyetlen nagy díj győzelme, de a mm, Schumacher sérülése után bajnok esélyessé előlépő Edi örványnak természetesen átadta a győzelmet, így van ez rendjén, neki az volt a dolga, hogy a csapatot segítse, meg is tette, emellett pedig Monzában a harmadik helyen ért célba, tehát két dobogót és tíz pontot szerzett, és ez a tíz pont ez nyilván hozzájárult a Ferrari konstruktőri címéhez, de hogy miért nem ő a lista első helyezetje? Hát azért, mert a hat futamon ez a két pont szerzése volt összesen, és abban a Ferrari-ban azért mindenképpen több volt a konstruktőri világbajnok autóról beszélünk, hogy hat futamból négyszer nullázzunk vele, de, de az a két verseny és mindenek előtt az a német nagy díj, hát az, az egészen, egészen felejthetetlen és parádés. Hát mindenképpen egy emlékezetes mutatvány volt szálló Ferrari beugrása, meg az is, hogy hogyan keveredett ő oda egyáltalán. Ugye szálló akkoriban a, a forma egy egyik ilyen vándormadara madara volt gyakorlatilag, hogyha ezt szerintem túlzás nélkül lehet kijelenteni. Ugye megfordult a Lotusnál, a Tirelnél, az Eróznál, meg a Fene tudja még, hogy hol különböző csapatoknál. Tehát egy, egy komoly, különböző környezethez, meg a különböző körülményekhez gyorsan alkalmazkodó versenyzőről volt szó. Meg, meg, ő azért a gyors versenyző hírében állt, annak ellenére, hogy olyan igazándiból jó autót soha nem kapott a, a pályafutása addigi részében. És én, az rémlik nekem, amiről ebből a korszakról, ahogy beszélgettem, hogy itt az emberekkel, hogy itt azért több, több név is fölberült, hogy ki lehet végül a beúró. Az egyik, amire, akire határozottan emlékszem, hogy főberült a neve, és beszéltem vele erről, az Zsanalézi. Ugye ő korábban, hát ugye ő egy ferrális ikon gyakorlatilag, aktív volt 1999-ben, és tudomásom szerint őt is megszólították, hogy megkeresték ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nem -e be. Olyannyira, most, hogy itt említetted Alézit, csak gyorsan képzeld találtam az Atlas F1 nevű ilyen hírarchívum portálon egy hírt arról, hogy Alézi maga is beszél arról 1999 nyarán, hogy nem szeretne így ő, átmenetileg ő akkor versenyezne a Ferrari-nál, hogyha Schumacher is ott lenne. Igen, ezt nekem ő pontosan így magyarázta, magyarázta így idézte fel az emlékeit, hogy, hogy ő úgy szerint, mert ő nagyon jóban volt a sumival, Tehát jó kapcsolat volt a, a két ember között, és azt mondta, hogy az egy egészen más, ugye ő már akkor túl volt a, a, a pályafutásának a Ferrari szakaszán. Tehát azt mondta, hogy ő azt ott már lekönyvelte, hogy akkor ez pontum ebben ennyi volt fölmerült annak az esélye, hogy esetleg őt visszahívják, ha emlékeim nem csalnak abban az évben a Sauberné versenyzett. Ez Bizony, 99, az Isteni Pedro Diniz partnere volt. Bizony, és ott volt is ám Ferrari kötődés, mert ugye Ferrari motor dolgozott a Sauberekben. Tehát ergo ő is kézenfekvő lett volna, de ő maga mondott nemet. Mivel, hogy azt mondta, ő már túl volt a Ferrari pályafutásra, és hogy ő akkor szeretett volna ott menni, hogyha ezt együtt teheti meg a sumival. De ez, mivel hogy ez nem volt adott, mert a Subi helyére keresték a, a pótlást, ezért ő ezt nem vállalta, és hogy nem, már arra már, azt már nem tudom megmondani, hogy, hogy, ezt ki mesélte el, de hogy a döntést, hogy Szálló kapja meg ezt a lehetőséget, ezt maga Luca Di Montezemolo hozta meg. Ő maga hozta meg, mégpedig azon a, az volt a logika, ebben úgy gondolkodott, hogy ez az ember ez nagyon sok helyen versenyzett már, tehát nagyon sok különböző, tehát volt már példa a pályafutása során, hogy egyszer itt versenyzek, egyszer ott, hogy ezt meg fogja tudni oldani ezt a feladatot, és azt a kötelező minimumot, amire nekik szükségük van, azt talán elvárhatják tőle, hogy azt, azt le tudja tenni az asztalra. Így kapta meg végül a lehetőséget Szálló, aki hát tudott is élni ezzel a lehetőséggel, meg nem is mert az a, az a futam, az, az minden kétséget kizáró az, az ő győzelmének, tehát azt neki kellett volna meggyernie. De ugye az csapatjátékos, meg hogy tudta, hogy mi a feladata, azt nagyon jó mutatta, hogy átadta a győzelmet Örványnak. Respekt neki ezért, hogy, hogy ezt, ezt megtette. Ü aztán, hogy utána hogy alakult a pályafutása, az már egy, egy másik történet. Inkább az az érdekes, hogy hogyan alakult a, a versenyzői karrierjét követő pályafutása. Ugye ő nagyon sokáig kerettag volt a Nemzetközi Automobil Szövetségnél a versenyző között. És ez is annak köszönhető, hogy azért az ő versenyzői tapasztalatait, az átfogó meg mélyreható tapasztalatait, azt nagyra értékelt a, az FIA, ezért kapott ilyen, ilyen behívót ebbe a ebben a keretbe. Úgyhogy, de ma, már egy ideje nem, nem találkoztunk vele, mint Driver Steward, úgyhogy nem tudjuk, mi van Észtországban él egyébként. Ö, és ennyi. Nem tudok, nem tudok, nem tudok frissebbet szállóról, majd tájékozódunk róla. Kedves, kedves hallgatók, Hogyha valakinek van információja, mik a szálló, hogy és miben létéről, tájékoztasson minket. Mi viszont most tovább megyünk, hát volt már jó néhány német ezen a listán, és jön még egy a második helyen, Nico Hülkenberg, aki 2020-ban három versenyre is be kellett, hogy ugorjon a Racing Point-hoz. Ugye ez volt a Covid szezon, és kétszer Sergio Perez, egyszer pedig Lance Strollt kellett helyettesíteni, akik állítólag vagy ténylegesen minden esetre a hivatalos verzió szerint COVID-fertőzés miatt kellett, hogy kihagyják a versenyeket. Perez a két silverstone futamot, a brit, valamint a 70. évfordulós nagydíjat. Emlékszünk még erre? Volt ilyen verseny, hogy 70. évfordulós nagydíj, illetve a Nürburgringi Eiffel nagydíjon kellett beülni a Stroll helyére. Az első volt a legkevésbé érdekes, a brit nagydíjot motorhiba miatt nem tudott elrajtolni az évfordulós nagydíj már annál, annál keményebb volt, ugyanis a, a harmadik helyre kvalifikálta magát a Racing point és végül hetedik lett, akárcsak az Eiffel nagydíjon, a Nürburgringen, ott is hetedik lett, csak ott egészen más körülmények között. Ott ugye gyakorlatilag szombat délben egy kávézóban üldögélve tudta meg, hogy neki versenyeznie kell ezen a hétvégén, így aztán nyilvánvalóan tök utolsó lett az időmérőn, hiszen rendesen Épp hogy fő tudta venni az overáját, és már menni kellett a Q1-be. Viszont erről az utolsó helyről tudott följönni másnap a hetedik helyre, ami egészen parádés volt, és hát ugye akkoriban jöttek föl ilyen félig vicces, félig komoly gondolatok, hogy mi lenne, hogyha az F1 így a Covid járvány idejére Nikó Hülkenberget hivatalos tartalékversenyzőként alkalmazná, és amikor bármelyik csapatnál kiesik valaki, akkor Nikó Hülkenberget be lehet oda ültetni, és teszi majd a dolgát. ez az Eiffel nagy díjas beugrás, ez egy kemény történet volt neki több szempontból is, nem? Igen, emlékszem még, arra a, a televíziós közvetítésből, én nem tudom, hogy utólag láttuk valahol valami, valami videós platformon, vagy a közvetítésben volt benne az, hogy, hogy ahogy megérkezett, gyakorlatilag a pedó bejáratához ment, és ott kipattant az autójából, úgyhogy még az ajtót se csukta vissza, meg járó motorra hagytott, és jött a csapattól valaki, aki elvitte az autót leparkolni, annyira kellett rohannia, hogy odaérjen arra a meetingre amin a, a, a beúrásnak a, a mozzanatait, meg a beúrásnak az előkészítését fixálták. Tehát szó szerint, ezt, 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 ha visszahallgatod a különböző interjúkat, amik azóta készültek, ez többször is elmondja, hogy ebben a világos semmi túlzás nincs, hogy ő leült kávézni valami haverjával, és akkor kapta a telefont, hogy akkor akkor jönni kellene, mert és vezetni kellene. Tehát még oda is kellett, hogy érjen. Viszont ezeknek a beúrásoknak, hogyha most visszatekintünk egy néhány év távlatából, most látszik igazándiból, hogy ezeknek a beúrásoknak mekkora hatása volt. Ugyanis nekem szent meggyőződésem, hogy a Hülkenberg a, a pályafutását ezekkel a, a pályafutásának ezekkel a beúrásokkal adott új életet. A pályafutásának a második fejezete az ezeknek a beúrásoknak köszönhető, hogy itt hihetetlenül profin, meg, meg hihetetlenül magas színvonalon teljesített, meg, meg igazság szerint kellett az a kis szünet, ami neki volt, ahhoz, hogy, egy, hogy, hogy néhány dolog azért átértékelődjön benne, szerintem. De engem, én többször vádoltam őt azzal, hogy túlságosan sótlan, meg, meg talán nem is feltétlenül olyan a, a habitusa, meg a mentalitása, hogy ez akadályozza őt abban, hogy, hogy komolyabb sikereket érjen el de de ott azért nem is titkolja azt, hogy az alatt, az idő alatt, amíg távol volt, és úgy tűnt, hogy lehet, hogy már nem lesz folytatása a Forma 1-es pályafutásának, hogy azért sok minden átértékelődött benne. És most nézd meg, ott tartunk, visszajött a, a házszal, respekt Günther Steinernek, hogy, hogy bevállalta az ő rehabilitációját, is, és az, hogy, hogy full-time szerződést adott neki, és megadta neki a lehetőséget arra, hogy, hogy újra, újraépítse magát. És most ott tartunk 2024 márciusában, hogy arra érdemi esély van, hogy Hülkenberg lesz az Audi egyik versenyzője. Úgyhogy ez, ez a, ez a, ez a beúrás ez, ez minden kétséget kizáróan nagy hatású, <laughs> nagyon nagy hatású beúrás volt. És hát akkor a lista első helyén ismét egy olyan versenyző, akinek a pályafutására minden bizonyal komoly hatást gyakorolt, az ő beugrása Pedro de la Rosa-ról van szó, aki 2005-ben a Bahreini nagydíjon helyettesítette Juan Pablo montoya a McLarennél. Montoya úgy akkor frissen szerződött át a McLarenhez a Williams-től, és állítólag teniszezés közben sérült meg, úgy, hogy rálépett egy teniszlabdára és elesett, de hát ugye már akkoriban legykálták azt, hogy itt valójában mondta, hogy inkább valamiféle extrém sportot űzött, ami nem egészen felelt meg a szerződésében foglaltaknak és, és ennek köszönhette a sérülését. Most nem erről van szó, bár azt hiszem mondta, hogy egy egész adást is megérhetne csak az ilyen sztoriaival, hanem Delarózáról, aki beült a helyére, és Delaróz akkor már két és fél éve nem indult Formula 1-es nagy díjon, ugye McLaren tesztpilótája volt, nagy becsben is tartották, akkoriban ugye az három tesztpilótáról zengtek ódákat, Alex Wurzról, Delarózáról, valamint Anthony Davidsonról, hogy ők mennyire kiváló tesztpilóták, Delaróza pedig megérkezett, így két és fél év távol lét után, az időmérőn azonnal megverte Kimi Rijkönent. Ugye azt a Kimi Rijkönent, aki a szezon hajrájáig űzte hajtotta Fernando alonso a VB címért, majd másnap befutott ötödiknek, és megfutotta a verseny leggyorsabb körét, ami a mai napig a Bahreini körrekord, tehát ugye az idei Bahreini verseny hétvégét is túlélte a 2005-ben Pedro Delaróza által megfutott körrekord, és érdekes módon ennek ellenére a következő versenyen, amit Montoyának szintén ki kellett hagynia, nem Delaróza ülhetett be a McLarenbe, hanem azon a hétvégén egy másik tartalékversenyző, Alexander Wurz kapta meg az autót, aki dobogóra is állhatott egyébként. Viszont ugye ennek ellenére nem ez volt Delaróza utolsó versenye a McLaren színeiben. Igen, ö, folytatódott neki a, a McLaren kaland 2006-ban, aminek ugye a csúcspontja az a az a hungaroringi második helyezés volt, amivel kapcsolatban épp, nem is tudom, valahogy 2022 őszén jelentették őt be, mint Aston Martin nagyköveted, és akkor az Aston Martin össze is rántott septében egy, egy nagyon zárt körű kerekasztal beszélgetést, amire meghívást kaptam én is, és ott megkértem rá, hogy idézze fel, hogy hogy is volt az a, az a bizonyos Hungaroringi dobogós helyezés. Ugye nekem az volt az első versenyem akkreditált újságíróként a Form 1-ben, úgyhogy az emlékeimben az a, az emlékezetes első esős magyar nagydíj, amelyen ő ö, dobogós helyen zárt, második helyen végzett az első futam győzelmei, az arató mögött. És hát ugye abban az évben nem is tudom valahogy, a, a francia nagydíjon ugrott, tehát akkor, akkor, akkor. Ö, Vett át a stafétát, és nyomta egészen a McLarennél az év végéig, és többször is szerzett pontot, de a csúcspont az, az kétség kívül a, a 2006-os magyar nagy díj volt számára. Meg a pályafutása során is az volt a, a legnagyobb dobása neki, de visszaugorva még egy picit erre a bizonyos Bahreini beúrásra, ő erre hihetetlenül büszke. Ugye Delaróza aktív ö, szereplője a 1-nek a jelenkorban is, Alonso, környékén tesz, vesz az Aston Martin, hát Márka nagykövet, podcaster kolléga, ő is a, a, a Formula egy hivatalos podcastjének az egyik állandó szakértője, és hát ezt nem is soha véka alá, amikor Bakrényről beszélünk, hogy ő hihetetlenül büszke arra, hogy az a bizonyos körrekord ez a mai napig fennáll. Egy fantasztikus fickó egyébként, de Rosa, egy hihetetlenül szórakoztató társaság, meg, meg nagyon jó vele beszélgetni a versenyzésről, mert tényleg ahogy, ugye már nagyon régen nem versenyez, de amikor beszélgetsz vele, az azért tisztán legyen, hogy olyan szinten megéli nézőként is a versenyeket, hogy olyan apró részletekre világít rá, amire azt mondod, hogy tényleg azt a mindenit, ez nekem fel sem tűnt. Vagy nagyon, nagyon top, top, top fickó ezt tudom mondani róla. És egyébként az ő karrierje is megér pár misét. ugye ő, ő, nem gokártozással, hanem távirányítású autókkal kezdte a karrierjét, és hát az érettségi évében járt, amikor egyáltalán gokártozni kezdett, és ugye 28 évesen debütált az F1-ben, és ennek ellenére a karrierje 13 évet ölelt fel, tehát bőven 40 fölött is versenyzett a, a méltán elfeledett HRT istáló színeiben és hát ugye az a magyar nagdyós dobogó az F1-egész történetét megváltoztathatta volna hiszen ezt követően nagyon erősen erőre kaptak azok a, azok a felvetések hogy a McLarenhez érkező Fernando Alonso nem holmi fiatal újoncot szeretne csapattásnak akit valami Hamiltonnak hívnak hanem hanem honfitársát és kiváló barátját Pedro de la aztán Hát ugye, végül nyilván érvényesült a többségi akarat, mi szerint Luis Hamilton autóba kell ültetni, a többi pedig már történelem, pedig képzeljük csak el. Ez így házi feladat, kedves hallgatóknak, meregjünk el este, hogy alakult volna a Formula 1 elmúlt 17 éve, hogyha Fernando Alonso csapattársát 2007-ben Pedro de la hívják. Hát szerintem nagyon sok minden máshogy lett volna. És hát ugye a külön díjakat az ilyen toplistás adásokban az adás elején szoktunk átadni, de most itt van egy, ami az adás legvégére, kiemelt helyre kívánkozik, hiszen plusz egyként meg kell említenünk a szívünknek legkedvesebb és számunkra legfontosabb és legemlékezetesebb beugrást, amely 2003-ban történt a magyar nagydíjon, a Jordanistálónál. Természetesen Baumgartner Zsoltról van szó, hiszen ugye az első magyar Formula 1-es pilóta egy teljes szezont végigversenyzett a Minardinál 2004-ben és pontot is szerzett, mint azt jól tudjuk, de a debütálását beugró versenyzőként ejthette meg 2003-ban én ugye ekkor ö, a gimnázium derekán jártam, és ö, é, nyilván autósporttal keltem, és feküdtem, és nagyon-nagyon-nagyon bíztunk abban akkoriban, hogy majd esetleg, ö, majd esetleg egyszer Baumgartner Zsolt eljuthat az f be és aztán nyilván egy sajnálatos okból rá, Förmen balesete miatt, ö, de mégiscsak álomszerű volt a számunkra, hogy ez megtörténik, ráadásul itt ö, Magyarországon. Figyelj, az igazság az, hogy a körülményeit ennek a beúrásnak, a Zsolti beugrásának én annyira nem ecsetelném. Itt volt ő maga, aki esetleg lemaradt róla, hallgassa vissza a Formula Podcastnek azt a nagyon-nagyon emlékezetes és a mai napig csúcstartó műsorát, amelyben Zsolttal beszéltük végig a karrierje fő állomásait, egyebek mellett ezt a 2003-as debütálást és beugrást. Inkább arról beszélek, hogy ez mit jelent, Mit jelentett nekem? Bár erről is szótejtettem már itt a műsorban. Tehát ez tényleg az, az, az amikor, a, amikor az elképzelhetetlen megtörténik, ez, ez az a szitu volt, ugye? Ő akkor már teszt és tartalékpilóta volt a, a Jordan de annak az esélye, hogy ez, az, ez bekövetkezik, ez, ez gyakorlatilag nem létezett ilyen esély. Aztán bekövetkezett rá a Mikroszkopikus az, volt az esély. Mi, mi, mikros, még a mikroszkopikusnál is kevesebb még a mikroszkópikusnál is kevesebb esély volt erre, de, de bekövetkezett azt. Már mondtam itt a műsorban, hogy, hogy, én ezt hogy éltem meg akkor még, félig már újságíróként, félig még jegyvásárló rajongóként a, a pálya mellett botorkálva. Tehát az, hogy, hogy, ez bekövetkezett, és másnap elkezdtek özönleni a, a drukkerek az ország minden részéről a Hungaroringre, és tehát, Ugye utána ment Zsolti még Monzában, meg a következő szezonban a Minárdinál, ahol ugye pontot is szerzett, ami mai napig a magyar autósport abszolút csúcs teljesítménye, de azt, a, azt az érzést, ami azon a napon a hatalmába kerített engem, meg biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok más konfitánsomat is, azt egész egyszerűen semmi sem tudta reprodukálni. Semmilyen Formula 1 élmény, semmilyen más autósport élmény, pedig hála legyen az égnek, nagyon sok mindent kaptam a sorstól, de azt az érzést, amit, amit akkor ott azon a napon megéltünk, meg másnap a versenyen, az, 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 überelhetetlen. Ezt tudom mondani. Úgyhogy én a magam részéről én mérhetetlenül hálás vagyok Baumgartner Zsoltnak azért, hogy, hogy ezt megkaphattuk a sorstól. Hogy magyar formegyes pilóta állt a magyar nagy díjon a rajtrácson, akkor ott olyan körülmények között frenetikus. Nem pedig most is borsózik. Hát ne haragudjanak rá a kedves hallgatók, hogy, túláradó lelkesedéssel beszélek erről, de egyszerűen nem tudok, képtelen vagyok máshogy beszélni erről. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Hétvégén pedig következik az Ausztrál nagydíj, a szezon első vasárnapi nagydíja, így a futamértékelőben talán már nem leszünk összezavarodva, mert hogy ugye itt voltak bajok azzal, hogy a szombat az nem a időmérőn a futam, és így tovább. És mivel... Az részében a szombat volt az új vasárnap. A szombat volt most az új vasárnap, most meg a hajnal az új délután, sajnos ezt, ez már csak ilyen, majd lassan lesz egy normális verseny hétvégén kis talán, de az biztos, hogy nem az Ausztrál nagy díj lesz az. A versenyt követően természetesen jelentkezünk futamértékelő adással is, addig is pedig ajánljuk figyelmetekbe a formula.hu nevű weboldalt. Egyéb tartalmainkat, melyeket megtalálhattok a formula.hu, illetve az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáján, így például a hétfő esti Pitfall című magazin műsorunkat, valamint az Ausztrál Nagy Díjhoz készített rövid beharangozó videónkat, és Mészárosanyi közösségi oldalait is olvasgassátok. Nagy ügybuzgalommal Mesandor azonosítóval találjátok meg őt a legtöbb közösségi média felületen. Sanyikám, Mondd, milyen fontos dolgot hagytam ki. Különösebb mondani valóm nincs, ha csak nem az, hogy egy nagyon jó barátunk és törzs hallgatója a Formula Podcastnek, kérlek szépen meglepett engem egy olyan videóval, jelen pillanatban Fuket szigetén nyaral a családjával Tájföldön, és küldött nekem egy videót, hogy a teraszon, a lemenőn, a fényénél, az óceánparton a Pitfall című műsort nézi veled, Gobodicsa és Baloggal. Elvárják El Gobot, kérlek. Ez megtisztelő, drága Nándi, inkább az óceán nézeges, mint minket, minket rá és itthon is nézegetni. No, hát hogyha nektek épp nincs óceán a látóteretekben, akkor viszont tényleg nézzétek meg a különböző műsorainkat. Még egyszer nagyon köszönjük a figyelmet, és kiváló szórakozást kívánunk az Ausztrál nagydíjhoz. Minden jót, sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, szeressétek a Forma 1-et, sziasztok! Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.